A nyíregyházi csapat a második fordulóban kapcsolódott be a bajnokságba, és a Gyula elleni mérkőzésen mutatkozott be a hazaiaknál a Szegedről érkező Fehér Béla. A Bajnokok Ligája és Világkupa győztes tekéző szeretné feljutásra segíteni új klubját. Egész jó projektet vázoltak fel elém a nyíregyházi vezetők. Nagyon sok ismerősöm van itt a csapatnál. Volt csapattársak is vannak. Magyarósi Peti, Finta Zoli velük Szolnokon játszottam már együtt. Hakker Dezsőt meg nagyon régóta ismerem már. Az első mérkőzésen a Gyula ellen a hazaiak mindenképpen meg akarták mutatni, hogy komolyan gondolják a bajnoki cím megszerzését, azonban a vártnál sokkal jobban meg kellett harcolni Fintáéknak a győzelemért. Rögtön az első sorban a Mogyorosi Péter révén az 572 fájának köszönhetően egy fontos csapatpont került a nyíregyháziak oldalára, köszönhetően a Péter higgadt játékának, azonban mellette a Kastura Zsolt, aki a játékos edzői feladatokat is ellátja, nem igazán érezte a játékot, és a 60. dobás után már lecseréltette saját magát, helyett a Rási János lépett dobóállásba, János a hirtelen felállva a pályára nehezen találta a játékát, azonban az utolsó szetre nagyszerűen összeszedte magát. Így egy szoros párharc alakulhatott ki. Hiába volt egy-egy az arány, a részarány, mindenképpen hátrányban voltunk, mert a 15 fával a vendégek vezettek. A középső sorban egy nagyon fontos csapatpontot szereztünk a Fehér Béla révén, aki csupán egy fával maradt el a 600-as eredménytől, ami a mezőny legjobbja volt ezen a napon, míg mellette szintén újoncként dobálásba lépő nyíregyházi játékos, a Szojka Miklós 502 fát ért el. Ekkor 2-2-re állt a mérkőzés, és a zárósorban dobóállásba lépő Finta Zoltán Hakker Dezső párosnak 40 fás hátrányt kellett ledolgoznia. Ez már rögtön az első 30 dobásnál sikeredett is, és úgy látszódott, hogy zsebben van a mérkőzés, azonban a vendégek mégiscsak tovább vitézkedtek, és tovább is elkezdték növelni az előnyüket. Az utolsó 30 dobásra már annyira, hogy közel 30 fával vezettek, és elveszni látszódott a mérkőzés, de a Hakker Dezsővel sikerült egy olyan 30-as részarányt produkálnunk, úgy telibe, mint tarolásban meg végképp letarolni az ellenfelet, hogy közel 60 fát hoztunk rajtuk az utolsó 30-ban, és ez volt a meghatározó ezen a mérkőzésen, és szerencsére ezzel tudtuk begyűjteni a 4 egyéni pontunkat és a fontos csapatpárt, és így alakulhatott ki, hogy 3280 fát elérve 6-2 arányban sikerült diadalmaskodni itthon a Gyula ellen az első hazai mérkőzésünkön. A nyíregyházi Tekeklub a következő fordulóban a Bács-Kiskun megyei Szankon játszó első idegenbeli mérkőzését.